Hetedik alkalommal rendezték meg a többnapos nemzetközi kórusfesztivált Sátoralja Újhelyen, amelyre az elszakított országrészekből és Lengyelországból is érkeztek kórusok. Sátoralja Újhely város hetének rendezvénysorozatába illeszkedett be a kórusfesztivál. Balatonfüredről, Sárospatakról, Balkányból, Óbecsérről, Beregszászból, Karcsmirszkából, Sátoralja Újhelyről képviselték településeiket az énekkarok. A Városháza dísztermében került sor a minősítő hangversenyre, ahol három kórus élt ezzel a lehetőséggel. Csoportunk tavaly alakult egy itáliai fesztivál kapcsán, de arról beszélgettünk az énekkarosokkal, hogyha esetleg szeretnénk máshova is még eljutni, igazán jól jönne, hogyha lenne egy magyarországi hivatalos papírunk, egy minősítésünk, hogy körülbelül milyen színvonalt tudunk nyújtani. Most szeretnénk menni jövőre Észtországba, és a fesztiválokon általában szokták kérni a kórusok eddigi eredményét, és úgy gondoltuk, hogy ha még néhány évig ezt csináljuk, jól fog ez még talán jönni. Mindenképpen izgultunk, mert most vettünk először részt egy ilyen megmérettetésen. Számomra, meg azt hiszem elmondhatom, hogy számunkra ez nagyon pozitívan sikerült. Tehát hál' Istennek tényleg egy olyan eredményt értünk el, amit őszintén szóval nem is mertem remélni. Ez
arany minősítés, tehát ez nekünk ez egy hatalmas mérföldkő, én azt hiszem, és megerősítés abban, hogy talán jó úton haladunk. Nagy örömmel hallgattuk zsűri társaimmal együtt a kórusokat. Mai világban egy ilyen műhely bizony felértékelődik. Különösen akkor, hogyha a határon túlról érkezik, ahol még inkább fontos az összekapaszkodásnak ez a műfaja, ez a formája együtt énekelni. Az a kórus is, amelyiknek a tagjai, mint ahogy hallottuk, évente egyszer-kétszer találkoznak. Hát milyen nagy dolog az, hogy emberek ma időt szánnak rá, pénzt szánnak rá, hogy összejöhessenek, mert ebből ő maguk is táplálkoznak, nekik is élmény, és hát mindazoknak, akik hallgatják. Úgyhogy mind a három kórusnál hármat hallottunk és minősítettünk, ezt éreztem, hogy az az, ami leginkább hiányzik a mai világból, az összekapaszkodás, az együvé tartozás, az tud ilyenkor megszületni. Zeneszerzők szerveznek bennünket, egyé költők, ezekből kórusmű születik, a karnagy ezt hangzó életre kelti, és megszülethet a csoda. Üzenet a Kék bolygóról című énekkari mű közös eléneklésével vette kezdetét hivatalosan a 7. Nemzetközi Kórusfesztivál sátorai újhelyen a Latabár Színházban.
Az énekkarok egymást követően mutatták be kórus számaikat. Mi ösztönözte önöket arra, hogy eljöjjenek erre a fesztiválra? Igazából egy ember, egy karnagy, pontosabban egy karnagynő, Majorosiné Hódosi Ilona, akit mikor megismertem a Veszprémi Vivace Fesztiválon, már akkor nem csak ő vele, hanem Rigó Éva karnagynővel és többekkel komoly zenei barátság szövődött, és akkor indult el 6 évvel ezelőtt, és azóta tartjuk ezt a zenei barátságot, és minden alkalmat megragadunk, még ilyen több száz kilométeres utazást is, hogy együtt énekelhessük. Szeretjük a zenét, és szeretjük egymást is.
Mi balkányi pedagógusok 94-ben gondoltuk úgy, hogy jó lenne közösen énekelni, és alkalmanként összegyűltünk, és városnapon, vagy iskolabálon, vagy adventi hangversenyen alkalmanként feléptünk. Aztán 2010-től gondoltuk úgy, hogy ezt heti rendszerességgel megtesszük, és akkor vettük fel a Credo Hiszek pedagógus kórus nevet, és hiszünk abba, hogy a zenének és az éneknek közösségformáló, lélek boldogító, és az örömzenélésnek mindenképpen fontos szerepe van az életünkben, hisz Kodály is mondja, hogy zene nélkül nem teljes az ember, mi teljes emberekké akartunk válni, és így hetente egyszer összegyűlünk, és ide is így jöttünk el, hogy kórusként szereplünk. Sátoraljó Újhely testvértelepüléséről, Óbecséről érkezett férfi kórus különleges színfoltja volt a fesztiválnak. Magyar népdalokat adtak elő. Ezeket a népdalokat Bodor Annikó, híres néprajzkutató és népzenei gyűjtő műveiből, tehát írott, kottázott könyvekből tanuljuk meg. Különleges vendége volt a rendezvénynek a lengyelországi Karcsmiszkából érkezett Korda Cantando kórus, akiknek szakrális, szórakoztató és populáris énekek szerepelnek a repertoárjukban. Nem először járnak Magyarországon. Már 5. alkalommal járunk Magyarországon. Mindig lelkesek voltak a vendéglátóink, külön köszönetet mondunk ezért az Intervox női karnak, akik meghívtak bennünket és vendégül láttak, és minden jót kívánunk Sátoraljaújhely lakosságának. A bemutató estet a vendéglátó és fesztivál szervező Intervox női kar éneke zárta. Hogy van megelégedve a fesztivállal? Milyenek voltak a kórusok? Hogy szólaltak meg a színpadon? Minden kórus azért igyekezett a legjavát adni munkájának és felkészültségének, úgyhogy csak dicsérni tudok mindenkit, és azon túlmenően az a bizonyos közös éneklés, ami az elején volt a kórusfesztivál elején, azt követően pedig, hogy a közönséget is megénekeltettük, az egy új dolog, és hát mindig valamit szeretnénk újítani az egészen, és úgy látszik, hogy be is jön. Szóval mindenki szerintem jól érezte magát, és jól szórakozunk most a megérdemelt vacsorán. Jövőre lesz-e megint kórus találkozó, kórusfesztivál, és van-e valami konzekvencia a mostani rendezvény után? Hát úgy tűnik, hogy mindenki megelégedésére történt ez az egész szervezés. Ha pici, apró változtatásokat esetleg tervezünk, de mindenképpen szeretnénk tovább folytatni a minősítő hangversenyeket, illetve a kórusok bemutatkozását. A fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Intervox női kar a fesztivál végén vacsorával látta vendégül a kórusokat.